Sziasztok! Akkor folytassuk is tovább a targoncás tételek tanulását 17. átétellel. Ismertesse az akkumulátorfajtákat, jellemezze azokat beszéljen a savas akkumulátorok felépítéséről, milyen jellemző értékei vannak az akkumulátoroknak, hogyan történik a töltés folyamata, milyen karbantartási teendői vannak a gépkezelőknek az akkumulátorokkal kapcsolatban. Kulcsszavak és fogalmak, akkumulátorok fajtái, alkalmazási területeik, akkumulátor részei és felépítése, feszültség, kapacitás és indító áram fogalma értékei, akkumulátorok töltési folyamata, biztonságú előírásai, karbantartási teendők. Akkumulátorok fajtái, alkalmazási területeik, akkumulátorok ismételt töltésre és kisütésre, Alkalmas áramfogások. Az ismétlődésre alkalmas ciklusok száma azonban nem korlátlan tárolóképességű, kapacitások idővel csökken, ezért élettartomuk véges. Felhasználási szempontok alapján lehetnek indító akkumulátorok, illetve a ciklus akkumulátorok, melyek kategóriája: vontatási vagy járműhajtó akkumulátor, helyhez kötött vagy ipari felhasználású akkumulátor vezeték nélküli készülékek akkumulátorai. Az indító akkumulátort arra tervezték, hogy rövid idei, de nagy áramleadásra legyen képes, például önindító. Az ilyen akkumulátorok ólomlemezei vékonyabbak, és az anyagi összetétlők is eltérő ciklus az akkumulátorétól. A ciklus akkumulátort kevésbé képes rövid ideig nagy leadására, viszont sokkal jobban bírja a húzamosabb kisütést, feltöltést. A ciklus akkumulátorok lemezei vastagabbak, és az akku képes túlélni többszori akku mély kisülést is. Az önindítő akkumulátorokat nem lehet ciklikus akkumulátoroknak szánt feladatra alkalmazni. Az úgynevezett kettős felhasználású akkumulátor dual, purpose battery, csak egy kompromisszum a fenti két akkutípus között. Az akkumulátorok fejlesztésénél a cég minél nagyobb kapacitás mellett minél kisebb méret és tömeg, vagy tudományosabban minél nagyobb energiasűrűségre törekszik. Felépítés szerint csoportosítva. Ólom vagy savas akkumulátorok oxigén rekombináció, zárt ólom akkumulátorok, nikkel kadmium akkumulátorok, nikkel metál hibrid akkumulátorok, lítium ion akkumulátorok, lítium polimer, az lipolimer akkumulátorok. Ezeken kívül fejlesztés alatt van az az teljesen eltér, eltérő felépítésű, de szintén energia tárolására, és annak későbbi kinyerésére használható üzemanyagcella. Nézzük is meg az ólom vagy savas akkumulátort. A gépjárművek indító akkumulátorai kivétel nélkül kénysavat tartalmazó ólom akkumulátorok. Ha egy molnyi anyag alakul át, a töltés előállításával is járó villamos energiatermelő elektrokémiai reakció az alábbi amely során 53,6 amper óra töltés haladhat át a vezetéken. Három aktív anyag játszik szerepet a savas óloka, ólom akkumulátor működésében. A fém ólom azaz a PB, amely működésekor a negatív elektród ólom rácsra ráken szivacsos fém ólomlemez formájában. Tehát ólomrácsra kent szivacsos fém, és ez kis ólomlevesz formájában van. Tehát ez. Az ólomoxid a PBO2, amit itt láthatunk, amit most karikáztam be. Amely működésekor a pozitív elektród villamosan vezető ólomrácsra ráken szivacsos lemez formájában. Tehát ez is ólomrácsra ráken szivacsos lemez formájában van és az úgynevezett elektrolitként is szolgáló sav, amit itt láthatunk. Alul, itt legalul. Tehát H2SO4, amely a lemezeket körbeveszi, és azok, azok pórusait is kitölti. Minden akkumulátor alapegysége az úgynevezett cella, amelyekben két különböző anyagú elektroda meghatározott összetételű folyadékba, elektrolitba merül. Feltöltött állapotában az elektródák között villamos feszültség van. Ólomakumulátoroknál a pozitív elektróda aktív anyaga ólomoxid, tehát PbO2, amit itt láthatunk. a negatív elektródái, a tiszta ólom, azaz a PB, a negatív elektródái PB, a pozitívi PBO2. Az elektrolit pedig desztillált vízzel higított kénysebb, tehát ott van, hogy H2O itt alul, de mindjárt ki is emelem, hogy jobban lássák. Tehát desztillált vízzel higított kénsav H2SO4 kénsav. Az elektrolitba tehát két elektród merül, ebben az állapotban azonban még nem képes az akkumulátor feszültségforrásként működni. Ezért az elektródákra feszültségforrás kapcsolunk, melynek hatására áram folyik át az akkumulátoron. Az áram nem bele, hanem átfolyik az akkumulátoron, ezt a folyamatot az akkumulátor töltésének nevezzük. Egy üzemelő cella feszültsége névlegesen két volt ezekből a cellakötegekből azok sorba kötésével épül fel az akkumulátor telep. A leggyakoribb a három, illetve 6 darab sorba kötött szálából álló 6 voltos és 12 voltos. Tehát 6 voltos és 12 voltos névleges feszültségű telep. A magyarországi hőmérséklete viszonyok között az üzemelő akkumulátort Feltöltött állapotban a kénsav sűrűsége 1,28 kg per liter. Egy teljesen kisütött ólom akkumulátor elektrolitjának a sűrűsége pedig 1,1 kg per liter. Érték alá is csökkenhet, aminek fagyáspontja 12 és 14 fok. Akkumulátorok szerkezető jó száz éve változatlan. A kénsebb vizes oldataba merülő ólom és ólomok szidlemezek már az első autókban is helyet kaptak tát. Ólom és ólomok szidlemezek Az elv ma annyiban változott, hogy a legmodernebb akkumulátorok elektrolitját szövetbe itatva a tekerik a lemezekre. Így nem folyhat ki a savas anyag, és még a törött akku is indítás képes lehet. Ez a környezet köznyelben zselésnek nevezett szerkezet. Tehát a zselés akkumulátor belsőleg annyiba hasonlít, az itt tárgyat akkumulátorhoz, hogy az elektrolit mindkettőben meg van kötve. Az AGM akuban az elektrolit továbbra is folyékony kénsav, csak fel van itatva, de a zselés akuban szilikagél segítségével az elektrolitot zselésítjük oxigén kombinációs zárt ólomakumulátorok is vannak, az 1990-es évek végének legnagyobb konstrukciós változása, a savas ólomakumulátorok területén az üzemelés szempontjából zárt konstrukció megjelenése és a tömeges elterjedése. Az oxigén rekombinációs akkumulátorok előfordulnak Magyarországon is az autókban, illetve számítógépes szünetmentes áramforrásaiban, riasztókészülékek áramforrásaiban. Tehát nem gyakori, hogy sokan a zselés kifejezést használják, amikor egy zárt rendszerű karbantartásmentes akkumulátorról beszélnek. Sokszor hasonló a tapasztalat akkor is, amikor valaki zselés akkumulátorához keres akkumulátortöltőt. Sok esetben a végén kérderül, hogy az akku egyáltalán nem zselésrendszerű, ugyanis két kategória külön technológián alapul. Az AGM, tehát absource Glassmat, akkumulátorok közül ezen kívül is van egy kis forgalomzavar a köztudatban, mivel az akkumulátorgyártók és a forgalmazók különböző nevekkel illetik őket, például zárt biztonsági szelepes, széledregulitvev, vagy száraz, vagy száraz szellás, drájt szell ki kiömlés biztos, naziszöblő és zárt ólom akkumulátor. AGM GM Absorred Glass Mat feliratott üvegszálas konstrukció az akkumulátor lemezek között egy borszilikát párnát jelent, amely egyébként hasznos tulajdonsága mellett megakadályozza a lemezek közötti vagy alatti cell is. Az AGM konstrukciók további előnye, hogy akkor sem szivárok ki belőlük az elektrolit, ha az akkumulátor háza megsérül széttörik. A legtöbb AGM akkumulátor rendelkezik az úgynevezett gáz gázrekombinációs képességgel, amely röviden azt jelenti, hogy a töltési kisülési folyamat alatti elektrolízése járó folyadékveszteség minimalizálódik. A hagyományos akkóhoz képest ugyancsak növekszik a kisütés és az újratöltés hatásfoka. Valóságban az AGM akkumulátor a VRLA akuk, Wave Regulate Lead Acid, magyarán zárt biztonsági szelepes ólunk, ólum akkumulátor egyik variánsa. Felhasználása nagy teljesítményű indító akkumulátoroknál használjuk az AGM-et. ciklus alkalmazás, például a szünetmentes tápellátásokban is szintén, és napellemes rendszereknél. Itt a képen láthatunk egy nikkel, kadmium akkumulátort, tehát N, I, -C D akkumulátort. Ezek a akkumulátorok a 60-as években jelentek meg, az első nikkel-kadmium Anód és katód akkumulátorok. Akkoriban ezek kínálták az egyetlen alternatívát a sav-ólom akuk mellett. Esetükben nagy probléma a kristályképződés pontosabban az, hogy az akkumulátor aktív részecskéi, ha sokáig nem mozgatják meg őket, hajlamosak nagyobb kristályokba összeállni, ami csökkenti az aku kapacitását. Az elektromos erő 1,36 volt, feszültsége gyakorlatban egy egy és 1 és 1,25 között van. Bocsánat, ö, még nem a litium ionil hanem ö, a nikkel metán hibrid akkumulátorok. Az elmúlt 5-6 évben a legtöbb kisméretű áramforrást igénylő területen, a nikkel metán hibrid technológia vette át a ni ni NICD akkumulátorok helyét. Ezekben az akum akukban a pozitív oldalon az NI-CD akukhoz hasonlóan nickel találunk. A negatív oldalon viszont egy speciális hidrogén megkötő fémötvezet veszi át a kadmium helyét. Kadmium helyét. Töltéskor ez a fém ötvözetet pedig megköti a savas elektrolit hidrogénjét, kisítéskor pedig leadja azt. Az NHMH akkumulátor töltése sokkal bonyolultabb, mint az NECDE. A megfelelő töltés szint eléréséhez az akkumulátor hőmérsékletét is figyelembe vevő bonyolult töltési algoritmus szükséges ami megdrágítja a töltés áramköröket. Feszültsége 1 és 1,25 volt. Lithium-ion akkumulátor a legfiatalabb generációba tartozik a lithium technológia nevét onnan kapta, hogy a töltés tárolásáról Lithium-ionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív szén alapú elektrodához, kisütéskor pedig a pozitív fémoxid elektródához vándorolnak. Az anód és a katód szerves elektrolit választja el egymástól. Ennek a típusnak a legnagyobb kapacitása az NECD akukénak kétszerese, tehát a nikkel kadmium kétszerese. A kimerült cella is képes legalább 3 voltot szolgáltatni teljesen feltöltött állapotban, mintegy négy volt a cella feszültség. Egyetlen cellával táplálható a legtöbb modern rádiótelefon, az előnyök között szerepel még a meglepően kis súly, és az, hogy egyáltalán nem képződnek kristályok az akkumulátorokba. Tehát a lítiumion ion az már sokkal fejlettebb technológiát alkalmazott. lithium polimér akkumulátorok tehát a lítium-ion utódja a lítium-polimer akkumulátor. Hatalmas előnye, hogy nem vagy csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz folyékony elektrolitot, helyette speciális polimer választja el az anódot és a katódot. Ez nagyon vékony és nagyon rugalmas cellákat eredményezhet, mivel nem kell vastag falu burkolattal védekezni a folyékony folyadék kifolyása ellen. Az is elképzelhető, hogy egy szabadon hajlítgatható lapocska lesz a jövő akkumulátora. Akkor most nézzük meg az üzemanyagcellákat. Az üzemanyagcella nem akkumulátor nem elem. Sokféle formában alakítottak ki már nagy teljesítményű, nagyobb, kisebb üzemanyagcellákat. Az üzemanyagcellák az elemekhez hasonlóan vegyi reakciókkal közvetlenül, Elektromosságot állítanak elő, a különbség az, hogy míg az elemek, ki, elemeket kifogytuk, után el kell dobni. Az üzemanyag cella mindaddig üzemel, míg üzemanyagot töltünk bele. Ez az üzemanyag legtöbbször hidrogén, de vannak metánnal és metanóla működő változatok is. A hidrogénből a reakció során víz lesz. A szénvegyületekből emellett széndiokszid is képződik. A vízbontási kísérlet során elektromosság hatására hidrogén és oxigén keletkezik a vízből, az üzemanyagcella ennek a fordítottját végzi. Megfelelő katalizátorok segítségével az üzemanyagcellának számos előnye van az akkumulátorokkal szemben. Talán a legfontosabb, hogy pillanatok alatt utántölthető és hogy várhatóan lehetséges lesz-e a jelenlegi akkumulátoroknál sokkal nagyobb kapacitásot előállítani belőle. Ráadásul gyakorlatilag korlátlan a élettartama, ami környezetvédelmi szempontból fontos. Savas akkumulátor felépítése Az akkumulátorok villamos jellemzői. A feszültség mellett a legfontosabb paraméterek a kapacitást tekintjük. A kapacitás alatt az akkumulátorból kinyerhető töltés értjük. A kisütés áramerősség és a kisütési idő szorzataként számítható ki. Mértékegysége az amperóra röviden AH. Egy átlagos autóban 44-55 amperórás kapacitású akkumulátor van. A savas akkumulátorok névleges cella feszültsége 2 volt a 12 voltos akkumulátorokban 6 Cella található. Ha az akkumulátor feszültsége 10,5 volt alá csökken, akkor lemerültnek kell tekintenünk az akkumulátort. Zselés akkumulátor. Ezekben az akkumulátorokban speciális gélesítő anyagot használnak a kénsa felitatására, például szilikagélt megkötve ezzel azt. A zselés vagy géles akkumulátorok teljesen zártok. Azokból normál üzemben sem vízpára, sem pedig hidrogéngráz nem léphet ki. Ezek az úgynevezett zárt biztonsági szelepes ólom akkumulátorok, melyeken egy kb. 7 bár belső túlnyomásra kinyitó biztonsági szelep van. Normál üzemben a belső túlnyomás ennél kisebb. Lítium akkumulátorok. A lítium technológia nevét onnan kapta, hogy egy töltéstárolóról lítiumionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív szén alapú elektródákhoz, kisütéskor pedig a pozitív fémoxid elektródához vándorolnak. Kézi szerszámokban, laptopokban használjuk. Feszültségkapacitás és indítóáram fogalma értékei. Az akkumulátor állapotának töltöttségének ellenőrzése, ami az a terhelést a gépkocsi indító motorja szolgáltatja. Feszültségmérési értékek önindításkor, ha U, 8,3 volt, tal egyenlő vagy kisebb. Az akkumulátor 25% alá merült, vagy cserére szorult, tehát ha 8,3 voltnál kisebb a feszültség, vagy pont 8,3 volt, akkor az akkumulátor már merült, vagy cserére szólt. Ha viszont a U, azaz a töltés kapacitás nagyobb, mint 8,4 volt, akkor jó az állapota. Tehát 8,4 voltnál jó az állapota. 10,2 től 13 kettő voltig. 9,6-tól 10,2 voltig, 9,6 és 9 között 50%-os az akkumulátor kapacitása. 8,4 és 9 volt között. Még 25%-os a kapacitása. A táblázatot felhasználva kiértékelhetjük az akkumulátor töltöttségi fokát, nem ajánlott az indító motort 30 szekundumnál hosszabb ideig tekerni? Hideg indító áram. Az az áramerősség érték, melyet az akkumulátor problémamentesen le tud adni 30 másodpercen keresztül. Minusz 18 fokos hőmérsékleten úgy, hogy a feszültségen nem esik 7,2 volt alá, ezért a magas CCA érték különöse hideg időben bizonyul hasznosnak. Indító áram a CA. Az az érték, tehát indító áram a CA. Az az érték, amelyet hasonló körülmények között mérnek nulla fokos hőmérsékleten. Ezt az értéket MCA-nek nevezik, a melegindító áram elnevezés pedig a HCA már szinte sehol sincs használatban, ez 27 fokos hőmérsékleten értendő. Az amperóra más néven az AH, de egyébként itt a képen is látjuk, hogy AH, ez lényegében 200 amperóra vagy ideírva. Az akkumulátor kapacitását, energia befogadó képességét jelenti. 1 amperóra egyenlő 1 amper áramerőség 1 órán keresztül leadásával, vagy 10 amper áramerőség 0,1 órán keresztül, leadásával, és így tovább. Tehát van egy készülékünk, amely 20 ampert vesz fel, és azt 20 percen keresztül üzemeltetjük, akkor az amperóra igény 20 ampert, tehát 0,33-mal beszorozzuk ezt a 20-at? Azaz 6,67 amperórát kapunk. Ciklikus és indító akkumulátorok OH-kapacitása hazánkban általában 20 órás per, periódusra vonatkozik. Az azt jelenti, hogy ha egy akkumulátor 100 amperórás, akkor az 5 amperórát tud leadni 20 órán keresztül, úgy, hogy az feszültség nem csökkent 10,5 volt alá. Akkumulátor töltési folyamat a biztonsági előírása. Az akkumulátor töltése. A töltés áramerőssége a kapacitás értékének egy tized része lehet. Például egy 44 amperórású akkumulátor 4,4 amperórás erősségű árammal töltünk. A töltés három szakaszra, szakaszra osztható. Teljes töltés, kimélő töltés, csap töltés. Teljes töltés, ahol az akkumulátor kapacitásának kb. 80%-át visszanyeri a töltő maximális áramú és feszültségi töltése mellett. Amikor az akkumulátor feszültsége előri a 14,4 voltot, elkezdődik a második lépcső a kímélő töltés. Ilyenkor a töltő feszültségi állandó 14,4 voltos értékben marad, és a töltő áram folyamatosan csökken egészen addig, amíg az akkumulátor töltöttsége el nem ér a 98%-ról értéket. Itt kezdődik a harmadik lépcső, a csepp töltés, amely kb. 13,4 voltos töltőfeszültséggel és alacsony, többnyire 1 amper körüli töltőárammal kímélve teszi az akkumulátort. Ezzel az utolsó lépcsővel az akkumulátor töltöttsége eléri vagy megközelíti a 100%-os értéket. A csepp töltés ideje alatt az akkumulátor nem melegszik, és a töltöttségi szintje közel 100%-os marad hosszú idejű pihenés alatt is. Karbantartási teendők A kábel csatlakozásoknak tiszt tisztának és jól meghúzottnak kell lennie. A karbantartást igénylő akkumulátorokban ellenőrizni kell az elektronik szintet, nyári forró időszakokban gyakrabban. Az elektronik szint fedje el a lemezek felső részét 1,5 cm-re. Ha utána kell tölteni, mindig használjon desztillált vizet. Töményként se vagy csapvíz használata tilos. Sokan nem tudják, hogy az akkumulátorokból kiszabaduló gázok a kábel és a sorú frame részére kikondenszálódva korróziót okoznak. Ezért célszerű ezeket a fémrészeket szilikon vagy sabmentes zsírral bevonni, a sarok tisztítására langyos, szappanos vizet használjunk. Nagyjából ennyi is lett volna ez a 17-es a tétel. Közösen megtanultuk. Én is megtanultam, meg remélem ti is. Úgyhogy következünk a következő tételbe. Addig is, sziasztok!